A híradó.hu a közlemére hivatkozva azt írja, az idei allergiás időszak várhatóan gyengébb lesz a szokásosnál. Az augusztus elején megjelenést követően a polnán koncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, de a hónap közepére országszerte tüneteket okozhat a parlagfűvilágzása. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján szeptember első felében várható. A közleményben kifejtik, idén a parlakfű virágzása a korábbi évekhez képest később kezdődik. Jelenleg a parlakfű állomány az ország nagy részén fejletlen, kevesebb a növény és a virágzat, a tövek is alacsonyabbak. A májusi szokatlan hűvös időjárás feltehetően késleltette a parlak csírázását, később pedig a szárasság korlátozta a tövek növekedését. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az allergiás tünetek megjelenésére a mérsékelt a pollenterhelés ellenére is számítani kell, ezért azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb keressék fel kezelőorvosukat és kezdjék meg a gyógyszeres kezelést.